Szél Bernadette, mi már elkezdtük, de akkor most nyilvánosan is jó reggelt kívánok. Ott az, hogy miért akarunk politikai vitákat, ha nem akarunk vitatkozni. Picit megbántódott attól, ahogy fogadta az ellenzéki világ azt, hogy elment Tusványosra, és odaült Kósa Lajos és Harag Péter mellé? Szerintem nekem nincs mit megbánnom ezzel kapcsolatban, volt egy vita lehetőség. Nem azt kérdeztem, hogy megbántál, hanem megbántódott-e. Ja, tehát, hogy olyan szinten zúdult az LMP-re, meg önre is az, hogy árulói az ellenzéki oldalnak, hogy hát az gondolom kicsit megütötte. Nyilván akkor bántódik meg az ember, hogyha érzi, hogy úgy érzi, hogy van felelőssége, van jogos része annak a kritikának. Én most úgy érzem, hogy ennek nincsen jogos része. Szerintem, hogyha van egy vita alkalom, akkor oda el kell menni, bárhol is van az. És el kell mondani az álláspontot, a pártálláspontot, azt, amit gondolunk a világról. Nekem sem volt olyan könnyű egy alapvetően fideszes közönség előtt beszélni ellenzéki álláspontokról, úgyhogy a jobb oldalomon Harag Péter, bal oldalomon meg Kósa Lajos ült. A helyzet az, hogy ez a kötelességem. De tudta, hogy ez a társaság várja, nem? De azért mondom, ez a kötelességem. Tehát nyilván a saját nyári egyetemünkre szabadabban megyek be, és hogyha egy olyan helyzet van, akkor úgy jobban érzi magát az ember. De hát ez a szakma nem arról szól, hogy én jól érezzem magam, hanem ez arról szól, hogy folyamatosan évek óta azért panaszkodunk, hogy nincsenek közéleti viták, meg rendes politikai viták. Az egy ünnepszámba megy, hogyha ellenzéki és kormánypárti politikusok hajlandók leülni egymást. Rosszul érezte magát? Nem éreztem magam rosszul. Egy kihívás volt, egy egész nagy kihívás, tehát az elején az első megszólások azok tényleg ilyen nehezebbek voltak, kapásban, hogy migráció, meg ezek a fideszes témák jöttek. Viszont a beszélgetés 70%-a érzéseim szerint az a bérekről szólt, meg a korrupcióról, csupa olyan témáról, ami inkább Kósa Lajos megoldódott probléma, tehát korrupció lényegében nincs is felszámolt. És ha én nem vagyok ott, akkor például nincs, aki Habony Árpádról, Lendi Vajnáról és az összes többiről beszéljen, amire elég nagy tapsokat kaptam, főleg fiatalabb hallgatóság részéről, mert láthatóan azért a Fidesznek a szavazótáborában is okoz némi fejtörést az, hogy kerülnek ezek a polgárinak egyáltalán nem nevezhető elemek a miniszterelnök úr és a kormány közelében. Hogyha Harag Péter, hogy megtapsolják a habonyozást. Nem néztem rájuk, én hálásan néztem azokra, akik támogatták ebben. Akik értékelték ezeket. De tudja, hogy nem az a baj, hogy odaült, hanem az a baj, vagy azt látják, nem. Azt látják sokan problémának, hogy olyanokat mondott, amivel minthogyha a Fidesszel értene egyet, migrációs ügyekben, népszavazás ügyében, a Brüsszellel meglévő kapcsolat ügyében, és ezzel a Fidesz tekerét tolja. De a helyzet az, hogy ugye én a pártálláspontot ismertettem, ami egy meglehetősen összetett, hát próbálunk értelmesen beszélni egy teljesen értelmetlen politikai térben, ez egy mahinált népszavazás, mindannyian tudjuk, hogy egy trükk. Épp ezért mondjuk mi azt a választópolgárainknak, hogy döntsék el, hogy ők ezen részt akarnak venni, vagy nem akarnak részt venni, tehát felnőttként kezeljük a saját választóinkat. Látjuk azt, hogy egy trükközésről van szó. Viszont arra a kérdésre, hogy a nemzeti parlamentnek van-e hatásköre abban, hogy a migráció kérdésében döntsön, arra válaszunk az, hogy van, tehát azt gondoljuk, hogy ennek a kérdésnek nemzeti hatáskörben kell maradni. Ez valóban nem egyezik több baloldali pártnak a véleményével, vagy nem tudom, hogy pontosan mit gondolnak már erről a kérdésről, mert néha a szavazásaik azok nem teljesen nyomon követhetők a számomra, de a lényeg az, hogy ez egy összetett kérdés. Az mit jelent, hogy a migráció ügyének a nemzeti parlamenthez kell tartoznia? Hát például, hogyha mondjuk a TTIP-ről vagy a CETA-ról van szó, akkor azt mondtuk, hogy a nemzeti parlament döntsön erről. Azt gondolom, hogy ha migrációról van szó, akkor is a nemzeti parlamentnek kell kimondani. De mit tud a nemzeti parlament arról dönteni, hogy milliók jönnek Európába? Semmit. Nyilván nem arról kell dönteni. Hogy hányan költöznek Magyarországra közülük, arról tud dönteni a nemzeti parlament? Mondok például, volt már két szavazás, ugye migrációval kapcsolatban ez a két sárgalapos szavazás volt. Az egyik az 1300 menekültről, arra mi azt mondtuk, hogy nem gondoljuk, hogy sárgalapos szavazás kellene. Hogy 1300 menekült embert be kell tudnunk fogadni, átvizsgált menekült státusú emberekről van szó, ezzel nincs semmi appelláta. Egyébként Harag Péternek ezt a kérdést tettem föl, hogy ugyan a keresztény kötelesség jegyében miért nem tudtak 1300 embert befogadni, nem tudott rá válaszolni. A másik viszont ugye arról szólt, hogy egy felülről nyitott kvóta működne, ami Magyarország számára semmiképpen nem lenne előnyös. A magyar emberek ugye úgy gondolkodnak erről a kérdésről, hogy szeretnék ők is kontroll alatt tartani ezt a folyamatot. Egyébként választott képviselőként én is azt gondolom, hogy feladatunk azt kontrollálni, a nemzeti szuverenitás részének tekintjük azt, hogy menekültek hogyan tudnak bejönni, milyen számban Magyarországra. Azt mondják azok, akik az ellenvéleményüket az a jelenlétével kapcsolatban megfogalmazzák, hogy egyetlen ellenzéki politikusként legitimmé teszi azt, hogy ez a helyzet egy valódi vitahelyzet, hogy valóban kíváncsi az ellenzék véleményére bárki a Fidesz házatáján, hogy valóban számít, hogy mit mond egy döntésnél,
és fölösleges ezen részt venni, nem kell ennyivel segíteni a Fidesz kommunikációját. Hát szerintem egyetlen vitán sem fölösleges részt venni. Én pont azt hiányolom, és a mi pártunk az pont azt hiányolja a magyar politikából, hogy egyáltalán nincsenek viták. Tehát műsorvezetőkkel beszélgetünk, ellenzéki pártokkal beszélgetek. Nagyon kevés az a helyzet, amikor konfrontálódni tudunk a parlamenten kívül. Minden ellenzéki párt, minden ellenzéki frakció kapott meghívót erre a vitára, nem jöttek el. Hát az véletlen? Nem nyilván nem akarnak leülni velük. Nem biztos, hogy egyébként nem tudom, hogy a Jobbiknak mi a véleménye, tehát fogalmam sincs, hogy az MSZP mit gondol erről a kérdésről. Lehet azt a stratégiát választani, vagy azt a taktikát, hogy nem ülök le a kormánypártokkal vitatkozni, de akkor egész pontosan hogy akarom ütköztetni az álláspontomat a kormánypártokkal? Hát ha kíváncsiak a kormánypártok az ön álláspontjára, akkor ebben igaza van. Szerintem nem kíváncsiak, hanem mondjuk kellett valaki, már bocsásson meg érte, díszletnek, akkor pedig ez egy öngól. Hát én szerintem nem a kormánypártoknak vitatkozik ilyenkor az ember, hanem a választópolgároknak, és szerintem, ha el akarunk valóban hozni szavazókat a kormánypártoknak a holdudvarából, akkor el kell tudni mondani ezeknek a szavazóknak. Na nézzük akkor, hogy mi jutott el a szavazókhoz. Megtudtuk a Soroshozott, ami teljesen a Fidesz kommunikációja, nem is, Soros György, ne avatkozzon bele ebbe, abba. De igen, tehát, hogy egy de hát ez a Fidesz kommunikációjával azonos. De hát egy tőkepiacokon, én ugye azt mondtam, hogy egy gazdasági szakember, aki tőkepiacokon és pénzpiacokon dolgozik, az nem feltétlenül jó, hogyha választott politikai képviselőknek ad tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjünk a migrációval. Sokkal elegánsabb megfogalmazás, mint amit a Fidesz szokott ugyanez ügyben mondani, de ugyanezt mondja a Fidesz, csak sokkal keményebben. Hát ezzel nem fog elhozni a Fidesztől szavazókat, vagy nem gondolom. Jó, tehát a kérdés az volt egyébként, hogy én, mint Fidesz ösztöndíjas, mi ez? Soros ösztöndíjas. Pontosan... Fidesz ösztöndíjas, egy csúnyászólás. Én, mint Soros ösztöndíjas, mit gondolok erről a kérdésről? Tehát ezért mondjuk egy elég érdekes helyzetbe kerültem én is. Hát tudományosan voltak még ott pár Soros ösztöndíjasok. Hát a helyzet az, hogy a kérdést azt én kaptam, tehát nem tudom, hogy a mellettem ülő két úr az olyan kapott-e ilyen ösztöndíjat, vagy azt nem. Azt nem tudom, de miért nem mondta, hogy kérdezzék meg Orbán Viktort hát is erről. Én, hogyha kapok egy kérdést az a kapcsolatban, a Soros ösztöndíjammal kapcsolatban mit gondolok Soros Györgyről, akkor én azt gondolom, hogy a kettő nincs egymással összefüggésben, ugyanakkor a migrációval kapcsolatban fontosnak tartottam elmondani, hogy kinek van ott illetékessége, meg kinek nem, és ezt tartom, ezt a véleményemet. A legkeményebben fogalmazók egyenesen úgy vélekednek, hogy bejelentkezett egy koalíciós partnernek 2018-ra, a Fidesznek erre szüksége lenne. El tudja ezt képzelni? De nem, ez nem képzelet kérdése, tehát van egy kongresszusi határozatunk arról, hogy ilyet nem fogunk csinálni, de hát ugyanez érvényes az MSZP-re is egyébként, meg a Fideszre is, meg a Jobbikra is. Ugye évek óta erről van szó. Én azt gondoltam, hogy az LMP-vel kapcsolatban most már sikerült megérteni azt, hogy mi nem kívánunk ilyen koalíciókban, meg ilyen szövetségekben részt venni. Egyébként meg szerintem tényleg jó lenne, hogyha mindenki elmondaná azt, hogy mit kínál a választópolgároknak, ahelyett, hogy arról beszélne, hogy kivel kíván szövetséget kötni, meg kivel nem, mert egy végső sorban én tényleg azt látom, hogy az, hogy Orbán menjen el önmagában, ez nem egy elég politikai stratégiának. Tehát el kell mondani, hogy pontosan mit adnának ezek a pártok a választópolgároknak. Az LMP azon dolgozik, és minden egyes vitahelyzetet arra használ, hogy elmondjuk azt, hogy a mi Magyarországunk az hogy néz neki, és messze nem úgy, mint a Fideszé. Innentől elkezdve a Fidesz semmilyen szinten nem jöhet szóba szövetségesnek sem. Schiffer Andrást ugyanígy kérdőre vonták évről évre, ő is eljárt Tusványosra. Tőle örökölte ezt? Hogy az LMP vezetője menjen el? Van egy protokoll, ugye mi, ez a frakcióvezetői vita, a frakcióvezetők voltak meghívva, a mi frakcióvezetőnk most visszavonuló félben van, és ezért a sorban utána következő ember az, aki egy ilyenen részt tud venni, ez valóban én vagyok. Én pedig nem gondoltam, hogy ez, és mai napig nem gondolom, hogy ez probléma lenne, sőt, szerintem az a probléma, ha valaki megfutamodik ilyen helyzetektől, és én nem vagyok olyan ember, aki megfutamodok itt a helyzetektől. Akkor nézzük fordítva ezt. Mit nyert ön, és mit nyert a pártja az attól, hogy ott volt Tusványosan? Ez az elvi kérdés szerintem, hogy vitákra el kell menni. Hát nekünk is lesz egy nyári egyetemünk, oda is jönnek politikusok különböző pártokból. Én nem gondolom, oda hogy démonizálni. Oda eljönnek a többi ellenzéki pártól? Hát én úgy tudom, igen, tehát Hadházi Ákosnak van egy vitája Molnár Gyulával, igent mondott rá, én Navracsics Tiborral fogok vitatkozni, igent mondott rá. Én nem gondolom, hogy démonizálni kellene mindenfajta vitát. Szerintem inkább az lenne a feladat, hogy a politikusok eldöntsék azt, hogy akarnak-e politikusként viselkedni és ütközni egymással, vagy pedig a kényelmes megoldást választják. Megmutatta azt, hogy tud vitatkozni, és megmutatta azt, hogy akar vitatkozni. De mit
Tehát úgy jött el onnan, hogy van hozadéka annak, hogy ott jártos van? Bevallom őszintén, hogy nagyon sok fiatal jött oda hozzám, és elmondták azt, hogy korábban Fidesz szavazók voltak, és hogy egyáltalán nem biztosak benne, hogy ez jó ötlet, hogy így maradjon, mert hogy a Fidesz kezd vállalhatatlan lenni. És a Fidesz Szabad Egyetemén térítette meg őket? Hát én azt nem tudom, hogy nem hiszem, hogy ez egy alkalom, meg hogy ez így egy alkalom az elég erre, de én azt gondolom, hogy nekünk van keresnivalónk olyan emberek körében, akik a Fideszben csalódtak, és én nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az emberek kapjanak alternatívát. És valóban, hogyha az LMP képes arra, hogy ezeknek a fiataloknak megmutassa azt, hogy van egy olyan politikai párt, ami képes arra, amire a Fidesz pozitív értelemben, nem képes arra, amire a Fidesz negatív értelemben, akkor az mindenképpen egy választási lehetőség a számukra. Az Orbán beszédet meghallgatta még ott? Ott nem. Hát én ott hajnali 4-kor elindultunk, úgyhogy valahol Erdély szélén Magyarországhoz közeledve próbáltam tájékozódni az Orbán beszédek. Hát azóta már tájékozott, mit gondol róla? Mit gondol Mekkáról és Brüsszelről, mint egymással szemben álló, vagy szembeállítható két alternatíváról? Melyik a nagyobb ellenség? Mit gondol arról, hogy ki legyen az Egyesült Államok elnöke? Mert ugye ezzel lehet most összemosni az LMP ottani jelenlétét, hogyha valaki nagyon szélsőségesen akarja láttatni azt, hogy elment oda. Szerintem ez megint, tehát most, hogyha beszélünk arról, hogy mi az Orbán beszédről a véleményem, azt elmondom, de hogy egyébként semmilyen szinten nem lehet összemosni, tehát meg se hallgattam egyrészt, másrészt pedig azt látni kell, hogy tehát Orbán Viktor hallgatóságának nem voltam a része, viszont mondom, a frakcióvezetői vitán szerintem frakcióvezetőknek részt kell venni, tehát ez egy ilyen történt, bárhol is legyen az a vita. Tehát vitától megfutamodni nem szabad. Orbán Viktor beszédéről az a véleményem, hogy ez arról szólt, hogy a saját szavazóit összetartsa, semmi váratlant nem mondott, a Donald Trump az egy kicsit engem is megütött, de végül is ez is benne van az ő logikájában, hogy erről beszél, de hát azért Orbán Viktort ezt mindig egy ilyen kicsit ilyen zsugori politikusnak ismertük meg, aki az érdekek mentén halad, de most Trump az nyíltan szétverné a NATO-t, innentől kezdve sorsára hagyni az Európai Uniót és Magyarországot is. Tehát ha ezt a veszélyt nem érzékeli Orbán Viktor, akkor szerintem súlyosan téved. Tehát ez egy olyan pont, ami egy reális fenyegetés Európára nézve. Tehát szerintem felelős európai politikus nem szurkolhat Donald Trumpnak. Ez gondolom, hogy az Orbán Viktornak egy tévedése. Nyilván ő azt a showment, aki borzalmasan beszél a migrációról és nagyon sok mindenről akarta magához közel húzni. Kérdés az, hogy ha valaki lát a pályán és látja, hogy külpolitikailag mit jelent Donald Trump a világ számára, az mit gondol ezek után Orbán Viktorról szerintem? Ez egy fontos kérdés. Az a gondolat, hogy Mekka vagy Brüsszel az igazi ellenség, mert az iszlámmal elbánunk. Ez egy nagyon durva csúsztatás, tehát az iszlám állam és Mekka vonatkozásában, tehát a kettő az nem ugyanaz, tehát az iszlám állam ez egy terrorista szervezet, tehát hogyha arról akar beszélni Orbán Viktor, hogy a terror az kisebb fenyegetés számunkra, mint Brüsszel, akkor ezt kell mondania, hanem egyébként ez egy nagyon súlyos kitétel, amit ő alkalmazott, és azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, amin, tehát egy nagyon veszélyes pont, amit nem kéne egyetlen európai politikusnak sem áthaladni. Egyébként pedig összességében én azt látom, hogy Orbán mindent elkövetett, hogy ne beszéljen arról, ami Magyarországon a valós probléma. Ez a bérek problémája az, hogy a saját minisztere 250 000 vendégmunkást akar behozni Magyarországra, hogy pótolja a külföldre ment magyarokat. Orbán Viktor láthatóan abból a forgatókönyvből játszik, és azt akarja, hogy mi is abból játszunk, hogy ezekről a kérdésekről egyáltalán ne legyen szó. Beszéljünk minden másról, beszéljünk kvótáról, terrorról, népszavazásról, minden másról, mert hogy Magyarországon napi szintű problémák vannak. Egy olyan országban élünk, ahol az embereknek kétharmada átlagbér alatt ér, és azt látjuk, hogy százezesével mennek el az emberek Magyarországon. Ön tudott erről beszélni? Tusványosan? Nagyon sokat beszéltem erről, nem tudom, az a vita egyébként mikor lesz nyilvános, fölvették ugye az egészet. Én nekem érzésem szerint mondom, a kétharmadában a vitának erről volt szó, és Kósa Lajos és a többiek magyarázkodtak. Tehát ez a helyzet az, hogy ezzel a kérdéssel ők nem tudnak mit kezdeni, mert nincsen Orbán Viktornak arra megoldása, hogy az alacsony bérek politikája, ami láthatóan szétverte az egész magyar munkaerőpiacot és embereket üldözött el az országból, az hogy fog megoldódni. Ő arra épített, hogy itt ezeken a béreken magyar emberek itt maradnak, dolgozni fognak, és a külföldi működő tőke be tud jönni Magyarországra, és milyen olcsó összeszerelő ország leszünk. Hát nem működik a koncepció. És ez egy robbanásig feszült helyzet most a munkaerőpiacon. Brutális megoldási kísérletek merültek fel rá, tehát ez a vendégmunkásoknak a betelepítése. Nem fog tudni Orbán Viktor hamar kimászni ebből a csávából, ha nem változtat gazdaságpolitikáján. Ezek nagyon komoly kérdések szerintem, húsba vágó kérdések magyar állampolgárok részére. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.